megkérem a minisztérium képviselőit, hogy közösen vele avassunk hol ezt az oszlopot. És akkor 1, 2, 3. Talán csak annyit mondanék erről az oszlopról, hogy egyidejűleg két autó töltése lehetséges, és az autóban, illetve az töltő oszlopban úgynevezett okos mérés van kialakítva, tehát ez a jövőben lehetőséget teremt arra is, hogy az elszámolás mérés kialakítása azon a ponton túl, amikor már mondom, nem ingyenes lesz ez a tankolás, lehetővé vált. A közülkeltámon is van, nem? Ennyi. Itt szemben is van egy valahol. Ezek ugyanazok. Hát valami azonosító van, mert mondom, ez lesz a számlázás alapja. Köszöntöm én is a sajtó munkatársait. A Nemzetgazdasági Minisztérium azért is üdvözli ezt a mai napot, hiszen a napokban tudtuk bejelenteni azt, hogy a kormány támogatásával a Nemzetgazdasági Minisztérium elindította a Erdély Ányos tervet, amelynek lényegében a névadóhoz is kötődik, hiszen közel 200 évvel ezelőtt egy magyar feltaláló volt az, aki az elektromobilitás úttörője volt. Úgy látjuk, hogy ma is a közlekedésben, a közlekedés technológiájában olyan innováció, olyan fejlődési, ugrási lépések vannak, amelyre egy országnak föl kell készülnie, egy nemzetgazdaságnak készülnie kell arra, hogy ezzel a lehetőséggel éljen, és ilyen egyre inkább már Nyugat-Európában is érezhető elektromos autók és maga az elektromobilitásnak a kérdése. Több terv is van erre vonatkozólag. A kormány ezen terv keretében vizsgálja részben az infrastruktúra fejlesztés lehetőségét is, aminek egyik példája lesz itt ma egy új töltőállomás átadása, de vizsgálja azt is, hogy milyen magyar innovációk, milyen Magyarországon működő autóiparban lévő cégek, akik gondolkodnak fejlesztésekben, innovációkban, előrehaladottak ezen a területen. Kívánjuk segíteni egyébként, és erre is vonatkozik a programnak az elindítása, hogy hogyan lehet az elektromos autókat Magyarországon minél nagyobb mértékben preferálni, milyen támogatást és milyen segítséget tud ehhez az állam nyújtani, illetve azt is be tudom jelenteni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium azt tervezi, hogy a Magyarországon működő vállalatokkal, amelyek ilyen területen dolgoznak, egy olyan szövetséget hoz létre a kormányzat képviselőivel együtt, amely biztosítja azt, hogy minden támogatást az elektromobilitásban gondolkodó Magyarországon megkapjanak. Bízunk abban, hogy valóban itt egy új időszámítás kezdetén vagyunk, és Magyarországon valóban a környezetvédelem, valóban az élhető, innovatívabb világ érdekében ennek a tervnek komoly támogatása lesz az elkövetkező időszakban is. Köszönöm szépen! A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről évről évre megvizsgáljuk az alternatív meghajtású járműveket, és ezeknek a versenyét megrendezzük. Az Európai Unió közlekedéspolitikai fehér könyve tartalmaz, hogy 2030-ra városi közlekedésben csökkenteni kell a zéró emissziós kibocsátású motorok felé a közlekedés arányát a fele arányra, és 2050-re a városi közlekedésben teljes egészében el kellene érni ezt a szintet. Nyilvánvaló, hogy az elektromos autók nélkül ez a feladat ez nem teljesíthető, ezért is a mostani környezetvédelmi és energiahatékonysági operatív programban forrásokat különítettünk el arra a célra, hogy a hálózatokban a kiépítését ezeknek a töltőpontoknak, töltőállomásoknak megteremtsük. Nagyon örvendetes tény, hogy itt a fővárosban már 30 fölött jár ezeknek a töltőhelyeknek a száma, de nyilvánvaló, hogy el kell érni azt, hogy akár az éjszakai áramvételezésével sok ezerszeresére növekedjen ez az arány, és így tudjuk ezt a közlekedéspolitikai célkitűzést teljesíteni, valamint a most fogalmazódó európai irányelven a töltőállomások fejlesztésére vonatkozó kívánalmakat teljesíteni. Remélem, hogy az elkövetkezendő 10-15 évünk markáns eredményekről fog szólni. Köszönöm.
szakmai hittel vallom, hogy az élet semmilyen területén nincsenek tökéletes megoldások, így a környezetvédelem területén sem, csak rossz és kevésbé rossz megoldások. Ezért okos ésszel az ember mindig a kevésbé rosszat kell, hogy válassza. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan emberi cselekedet, amelynek ne lenne ökológiai lábnyoma, de nem mindegy, hogy mekkora ez az ökológiai lábnyom. Természetesen környezetvédelmi tekintetben a tömegközlekedés fejlesztése, annak minősége az elsődleges fontosságú. Ugyanakkor sietve teszem hozzá, hogy az egyéni közlekedésben is az alternatív megoldások. Az alternatív azt jelenti, hogy a kerékpáros közlekedés, a gyaloglás lehetővé tétele, a rollerezés, de természetesen az egyéni közlekedéshez tartozik, a társas közlekedéshez tartozik az autóközlekedés is, és itt áttörést jelent a világ egésze tekintetében az elektromos autózás elterjedése. Nyilvánvalóan az akkumulátorok, az autók előállítása tekintetében is van ökológiai lábnyom, de nem mindegy, hogy mekkora ez az ökológiai lábnyom. Ezért a magunk részéről mind az elektromos, mind a hibrid hajtást, a vegyes, a párhuzamos hajtást is támogatjuk, hiszen például az elektromos autózás révén a városok levegő szennyezettsége csökken. Tehát mondom, tökéletes megoldás nincs, és a kevésbé rossz az, hogy válasszuk azokat a megoldásokat, ahol kisebb a környezeti teher. A levegő szennyezés csökkentésén túl óriási jelentősége van az, annak, hogy iparfejlesztési lehetőséget is biztosít az elektromos hajtású autók elterjesztése, és itt gondoljunk a magyarországi autógyártó kapacitások kiépítése tekintetében a további fejlesztés lehetőségére is. Németországban, Ausztriában, Nagy-Britániában jelen pillanatban ösztönző rendszerek léteznek, pénzt adnak a vásárlóknak, ha elektromos autót vásárolnak, és azon belül, hogyha zöld áramot használnak, abban az esetben még nagyobb támogatást adnak, ez tény. Biztos vagyok benne, hogy a következő ciklusban az új magyar kormány az elektromos autózás elterjesztése és az ilyen jellegű ösztönző rendszerek, pénzbeli és egyéb más ösztönző rendszerek kialakításával nem csak népszerűsíti, hanem az elkövetkezendő évtizedekben elterjeszti az elektromos autózást. Köszönöm, hogy meghallgattak.